Ez egy sütemény. De ugye nem varázsüti. Tibivel eljöttem az erdőbe, itt leszünk egy darabig. De mit tudnak a hollandok, amit más nem? A mai napunk ez a kóstolás lesz a legjobb kóstoló ever. Oh! Oh! Mi? Mi? Azt a rohadt, de finom illata van. Megnyílt a webshopunk, ahol mindenféle finomságot, meg jópofa dolgot tudtok vásárolni. Chili szószokat. A legújabb hátdrip szószunkat. Ólókat. Fogd a pofát, oszt egyéb termékeket. Csak ennyit akartam, köszi! Szavaztok, hello! Sziasztok! Szavaztok! Szóval azért vagyunk ma itt egyébként egy teljesen új helyszíne, ami nagyon király, képzeljétek el! Azt nem hogy ne legyünk szanaszét, légyci, egyszer hagyd ki! Itt vagyunk Dobogókőnél. Fogalmunk nincs, hogy hol vagyunk, eltévedtünk, lejöttünk egy kis utcába, de megtaláltuk ezt a király kis helyet egyébként. Hát visszamegyünk majd, amerre jöttünk, aztán nagy baj nem lehet. Ha nincs lecsukva a sorompó, még jó is lehet. És egy kicsit félek, mert szerintem ez egy elátkozott erdő, mert vannak csontok egyébként itt, de hát mindegy, jött csomagunk, képzeljétek el, ez ajándékba kaptunk egy ilyen dobozt, szóval innentől szerintem, hát nem tudom, hogy... Te ismered ezt a gyártót? Nem. Én sem. Ez a csókakő kincsei, kincsei. Egyébként nem tudom, hogy innentől szerint, innentől meg 2022 óta, tehát nem régiek ők sem. Akkor ők újak viszonylag, igen. Tök fura, hogy annó 2022, és ez egy éve volt, nem? Ha? Tök fura látni ezt. Hát te figyelj, hogyha még ez. Hát egy fiatal. 100 év múlva is működni fog a cég, akkor jól fog kinézni. Hát nem, és figyelj, amúgy ez, nézd meg, egy madár, amelyik lángokban van. Ja, hogy az a csóka. Csókakő. Amúgy te, hol van csókakő, te tudod? Nem. Csókakő, pedig illene nekem, bakker. Mindjárt meg is nézem, hogy ne legyünk tök. Azért ne legyünk annyira buta fejek, igen. Tibi, őszinte kritikát kérnek, nem kell finomkodni. Nem fizettek egy forintot se, szóval ilyen téren nem promóció. Székesfehérvár itt meg csókakő. Mór előtt. Manufaktúra, szóval ilyen kézzel készített szószok vannak elméletileg. Nem tudom, nézzük meg, mert fingom sincs, most megmondom ki. A frankót. Fingom sincs, hogy... Őha! Milyen jó színes itt a felhozatal. De teljesen jó egyébként. Tök ez jó. Teljesen ez a kézzé szivacs, ez a sima izé szivacs. Mosogató szivacs kb. Vagy nem fürdő, mert itt van rajta dörzsi, de tök ja. Mindegy. Tök. Teljesen jó. Szóval itt van az első törmék, ami hát ez egy elméletileg egy sárga barack chutney. Ez azért ilyen elég budget ugye címke meg mindent, tudod, hogy ez a sima A4-es papír kinyomtatva, kivágva. Ollóval kivágva. Ollóval. Figyelj, hát 2022 ez... óta vannak, most senki nem izé. Persze, nem azt mondom, hogy attól még ugye a tartalom a lényeg, én mindig annak a híve vagyok. Csókakő, füstös, atyaúristen, atyaúristen chili szósz. Ez, mondjuk az király, ez vicces amúgy. Az. Füstös atyaúristen. Füstös atyaúristen, ez durva lesz amúgy. Mi van benne? Kápja paprika, Carolina Reaper, piros moruga, piros jolókia. Aha, ez beteg lesz. Szerintem ez fájdalmas. De ezt nézd, ez külön tetszik, hogy itt az a piros-fehér-zöld. Barbecue. Mi? Szósz. Barbecue szósz? Sűrített paradicsom, víz, barna cukor. Oh my god, barbecue. Mindjárt le fog merülni ez a kamera. Oh, zsír. Sör is van benne. Itt van, nézd, csókakai, atya úristen. Ez szerintem ugyanaz, csak kisebb kiadásba. Ezek már csak szivacs. De ez nekem kell ez a szivacs, mert a mi csomagjainkban is jók lesznek. Tök jó, újra tudod hasznosítani egyébként. Ezt majd én is el tudom lőni a izékbe, csomagokba, úgyhogy király, köszönjük. Sárga baros, sárga dinnye, cukor, citromsa, sárga dinnye. Ez nagyon jól hangzik, úgyhogy szerintem kezdjük ezzel. Szagod meg. De érdekes, érezni benne a chilit. Ennek kifejezetten nagyon jó illata van. Ez érdekes lesz, gyerekek. Kanálgép, köszönjük még egyszer. Köszönjük még egyszer. Hát azért ebben látszik, hogy ebben benne van, aminek benne kell lenni. Hú, de erős, hallod, nagyon intenzív, nagyon jó illata van. Egyébként ez nagyon lekváros ízű lesz. Ez nagyon, igen. De most mondjuk sárga dinnye, sárga barack, azok szerintem alapból elég tömény. De ott a paprika mag benne. Hú, a kibor. Valóan, ilyen nem találkoztam. Szerintem jó kombo. Ilyen nem találkoztam. De fura. Látom. Azért van eleje, hallod? De nekem bejön. Basszus. Hallod, ezt te simán én a... pirítósra kennéd, mi? Simán. De egyébként alapból szerintem van a sárga habanérónak is egy kis sárga dinnyés íze. Hú! Inkább lekvár, mint chili szósz, de nagyon jó. Ez az íz kombó, ez nagyon el van találva. Benne vannak azért attól függetlenül, hogy ugye ilyen pépesebb, de benne van a nagyobb darabokban. Aha, is. Ilyen rostos, tényleg. És tök jó rá lehet harapni a barackra, meg minden. Ez nagyon meglepett, és nincs hasonló a piacon, ezt nagyon eltalálták. És, de pedig édes is, húbázza, nem tudok, annyira különleges ez a dolog. Nekem nagyon bejön. És mar, szóval mar, de édes. De abszolút nem durván mar, adjál nekem is még bakker. Jó, nem, mert azért nem sírom el magam. Ez meggyőzött így elsőre, ez nagyon finom ember.
Igen, figyelj. És szoktam mondani, hogy ez lekvár, nem chili szósz, de ez egy nagyon, ez nagyon jó csípősséggel rendelkező lekvár. Ez nagyon... Azért ez csilis, b***tod. Hú, nem tudom, de kajak érzem, hogy ez mar, szóval azért ez a lekvár is, hogy engem itt csíp azért. Csíp, de nagyon. De kellemesen. Barbecue, ebben mi van? Azt a rohadt, de finom illata van. Azt a súlyos, de jó illata van. Mint egy milánói makaróni. Nagyon mint egy olasz étteremben. Aha, nagyon jó. Istentelenül jó illata van. Mint a pizzakrémre emlékeztet egy kicsit. Nagy. Én nagyon fűszeres, nagyon édeskés, ilyen... Kevésbé csípős szerintem, mint a chutney egyébként. Kevésbé csípős, igen, chutney az erősebb. Az de brutál finom. Egy pizza, ezért én úgy rácsapnám egy... Hát pizza alapnak tudod, simán. Kísértetiesen haj az a pizzakrémre egyébként a fűszerezése, de ez nagyon finom. Tényleg nagyon hasonlít a bolti pizzakrémre. Barbecue szósznak mondjuk... Miért ne? De nekem a barbecue szószról nem ez az íz kombináció jut eszembe. Nekem sem. Én ezt nem negatívként mondom, vagy hát lehet, hogy lehet negatívként is venni. Nekem a barbecue szósz megnevezésről nem ez ugrik be. Nem egy ilyen ízkombó. Ez tényleg ez egy ilyen pizzakrém íze van leginkább. Lehetne kicsit füstösebb talán. Ez inkább püré. Igen, ez egy inkább ilyen pép. Mint sós. Olyan, mint a piros arany, nem? Nem. Ránézésre. Erős pista, illatra. Ez igen, egyébként ez ilyen hasonló, mint a erős pista. Kicsikét krémesebb. Biztos, hogy sokkal erősebb. Biztos. Már az összetételből. Hát most nézzük meg. Úgy erősen kiéződik a paprika, hogy annyira naturális íz. Ez nekem már sokat kicsit. Ez a füstös? Aha. Nem érzed a füstöt? Mondjuk annyira én sem. Szerintem minden gyártónak kell, hogy legyen olyan szósza, amit nem ver agyon, hanem tényleg a íze nyers, durva. Az ez lesz. Tessék. Hát ez se verte agyon. Hát igen, ez inkább ilyen krémes, ugye? Inkább ilyen krémes cucc. Ugyanolyan, mint az hasonló? Nem. Nem? Hasonlónak hasonló, de nem ugyanolyan. Közel sem. Csípőségre kb. Ugyanaz. Akkor mindegy, akkor nem kóstolom meg, nekem ez már sok. Na jó, most már meg kell kóstolnom akkor. Ne legyek már csicska. Na, nem vagyok én csicska gyerek. Most már mindegy. Igen, ez még naturálisabb. Szóval még tisztább ízvilága van szerintem. Ebben aztán tényleg nem sok minden van. Paprika. Hát a paprika is. Azért ezek brutálisak, szóval azért én higgyétek el, ezek csípősek tényleg nagyon. Persze, én megpróbálnám a helyetekbe azt, hogy a paprikát füstölitek föl, és úgy rakjátok bele a szószba. Nekem nincs az, hogy ez hiányzik, az a füst egy kicsit a füstösből, de el tudok tőle tekinteni, mert ez az arcletépős csípős, tehát ez nem az ízélményre megy rá. Meglepően jó, én pozitívan csalódtam egyébként. Nekem tényleg ezek már erősek, szóval én ezeket biztosan nem venném, mert nem bírom annyira. Ezeket viszont simán megvenném. Ha nagyon rosszakat akartunk volna mondani, akkor úgyis kimondtuk volna. Én megtettem volna, azt elhihetitek. Nem lepleztük volna a véleményt, főleg a Tibi. De nem, tényleg jók ezek, úgyhogy köszönjük szépen. Kösz. Jaj. Hát az a helyzet, hogy... Az a jó, hogy ezen aludni is tudsz, hogy ezért. Amúgy tényleg van. Mint egy plüssmackot átöleled. Tudtam szerezni holland katonai 24 órás csomagot! Ez egy külön csomag a csomagban? Igen, ebben van mogyoró. Hát mindegy, kezdjük el kipakolni, nem? Micsoda? Török mogyorónak tűnik nekem. Aha, ez ilyen... Antibakteriális törlőkendővel sem spóroltak. Oh my bro! Csokis mogyorókrém. Menj már! Papír zsebkendő. Kanál. Van benne kanál. De nekünk van kanálgépünk. Tiszta fekete csokoládé. Jelly beans. Ez a ízési zselés. Teljes kiörlésű keksz. Menj már, de kurva jó ez. Magyaróvaj. Arrébb húzom meg. Magyaróvaj. Menj már, de ez... és milyen jó krémes! Műzli szelet. És ez csak a kis tasak. D-vitamin tabletta. Na jó, menj. Gyümölcs kenyér. Ezek a hollandok, ezek betegek. Hallod? Négy mindent adnak már! Várjál, van még itt. Barack lekvár. Te Jézus Mária. És kétféle rágó. Kétféle rágó! Eznek szerintem... Menj már a francba! Ja, és fogpiszkáló kettő.
ez volt a csomagban, ami a csomagban van. Volt olyan kaja csomag, amiben nem volt ennyi összesen. Hát amúgy tényleg, amúgy kajak tényleg volt olyan. Na nézzük, mi van. Abban még mennyi minden van, te Jézus. Itt van még egy csomag a csomagban. Itt van egy paradicsomleves, azt látom elsőre. Hogy fogunk ennyi mindent lekóstolni, Tibi? Paradicsomleves, és... Beef bouillon, az mi az? Hát ilyen marha, az is leves. Marha húsleves lehet, szerintem is. Akkor itt marhás. Van olyan, hogy instant kakaópor, jeges tea, tejpor, instant kávé 3, minden étkezéshez egy, filteres tea. Hát én el vagyok képezve, bazzek, hogy mennyi minden. Még egy cukor. Hát ennyire bőséges csomagot én még nem láttam. Mi még nem láttunk, ezt kijelenthetjük szerintem, és nem? És só. Ezt lehet valamire használni, ezt a tasakot, Tibi, nem tudod? Meg lehet tölteni. Menj már, proteínpor! Nem adom neked, nem neked már. Is van csomagod, rohagy meg, abban is biztos. De nézd, takarulj, mert kajak rendes fehérje. Na, én megyek pór. Tovább. Ez izotónikus jó. Italpor. Ebben háromféle. Háromféle ízű. De menj már, hát ezek el vannak ki. És a főétel sem gyenge. Ebben műzli van. Ezt le kell fordítani. Instant Hover Mount Plain Proud. Mi az? Van benne... Ó! Oh. Oh. Mi? Van benne drog? Jó, ezt már mi hekkeltük meg, srácok. Ez csak poén volt. A poén kedvéért. Egy összeszálltuk ilyen. Korma csirke burgonyával. Ez pedig zappehely. Zappehely. Lépjünk egy-egy kekszet, és a kekszhez valókat, ilyen mogyoróval, meg van. Ilyeneket kóstoljuk meg. Tessék, tépjét egy. Ez sima török sima magyaró. Sima török magyaró? Az. Nem, ebben van valami ízé, valami fűszerezés, nézzétek meg. Aha, tényleg. Nem tudom, mennyire látszik, hogy ez egy kicsit valamilyen fűszeres. Bundás, hallod? Nagyon jó. És ez földi magyaró, te? Ez földi? Milyen jó, hogy melóból jöttem és nem kajáltam, bazán, ez jól lakok. Hát ettől jól fogsz lakni szerintem. Na, a jelly bean nézzük meg. És tényleg olyan, mint ezek az ízék, tudod? Ezek a... Ezt hogy rakjam? Ilyen mindenféle csúnya ízű cukrok. Ez tökre ugyanaz. Ugyanaz. Én csoki. Kifejezetten jó. Én csoki. Nem hiszem, hogy ez nagyon nagy meglepetést tartogat egy étcsoki. Nem, szerintem sem tud ez egy akkora plusz ízélmény nyújtani. Hát szokásos, rohadt kőkemény étcsoki. Igen, de nézzük már meg már. Ki tudja, milyen bánat ez itt amúgy. Te azt mondtad, hogy kex, de azt lehet, hogy nem is az. Ó, tényleg. Hát elég keménynek tűnik. Nem kemény? Nem. És tényleg nem baj. Akkor bocsánat. Ráspriccelt ide a lekvár. Ó, de jó folyós, krémes lekvár ez. Ez olyan finom. Ember, ez nagyon jó. Lehet, hogy ez a mai nap... Megver mindent. A mai napunk, ez a kóstolás lesz a legjobb kóstoló ever. Én ebben megkérek. Én is. Magyaróvaj. Vagy várjál, mi van még? Nincs nem, már. Kezdjük a Nutellával. Van, micsoda? Hát ez... Hazelnut, az tényleg. Nem is be van perforálva, de nem jön ki. Hát elég szar helyen van perforálva, ja. Ez tényleg olyan, mint a magyaróvaj végül is. Nem, mint hogy Nutella. Na milyen jó? Van maga jó. Ez nem gyümölcskenyér, ez az a köményes keksz. Ilyen fűszeres keksz. Illatoz meg, mint a mézes kalács, csak ilyen fűszeres. Ez amúgy marha jó. Ez gyümölcsös, nem fűszeres. Ez gyümölcskenyér. Ízes. Szerintem a top 3-ban már most beugrott, úgyhogy nem kóstoltunk főételt. Ugye ez a klasszikus magyar olaj. Hát ez itt a olaj ugye ki van ráülve, úgyhogy alul van a sűrűje. Ez jó. Hát ez a klasszik magyar olaj. Nem félszem, hogy elkap minket itt a fanyűvő, vagy valami? A vidrember nem tud jönni, ettől félek egyedül, nincs víz. Karamellás! Műzliszelet! Karamellás műzliszelet! Menj már! Cereal bar! De jó puha! Ugye mindig azt ízlelem, hogy általában ezek a műzliszeletek nagyon kemények és nem finomak. Ez finom is. De mit tudnak a hollandok, amit más nem? Katonai kaját csinálják. Ja. A főételek lehetnek rosszak amúgy, miért ne?
Amúgy ez finomabb, mint a boltokba kapható műzli szeretek. Ez tényleg az jó. Nézzük meg a műzlit. Ebbe kell vizet önteni, gondolom. Anyád, de jól néz ki. Amíg a Tibi elment cákat simogatni, addig bekeverem a műzlit. Nem tudom, mennyi víz kell hozzá, úgyhogy majd meglátom így. Ó, és ilyen izé van benne. Nem, mint a csokápik, ezek a kis csokibogyók, tudod, ilyen... Látom, már iszlodat. Bakker. Ez sima natur zappe hely. Ilyet már szerintem mindenki látott nagyjából. Hadd szóljon már, Tibi bá. Ne spóroljunk a vízzel. Bármilyen nincs sok. Igazából ennyi. Feltámadt a szél. Nyomja, Tibi! Kaposváron. Új szél! Nem vagyok műzli fan, de azért ez nem rossz. Vízzel van felütve, és esküszöm, olyan, mint a tejjel lenne, ugye? Esküszöm nektek. De ez hogy? Reggelire én ezzel simán elégedett lennék. Nézzük meg a másik csomagnak a nasi részét. Epres fehérjepor. Tibivel eljöttem az erdőbe, itt leszünk egy darabig. Oh, beef jerky! Bro. Beef jerky ide vele? Nem! Miért nem az enyémben volt? Ez amúgy marha jól néz ki, kis beef jerky. Ez micsoda? Kaka med vanilak. Nem. Ez mi? A... Sütemény vanília ízzel. Németül is van rajta felirat. És te tudsz németül? Igen. Ez sós, gondolom ilyen kenőmájas szerű. Ez meg sajt. Ez lehet, hogy sajt lesz, nem tudom. Vagy méz. Ez is valami lekvárféle. Igen? Hm? Ez indiai rizs. Vit. Chicken meatballs. A Dunai-Ipoly Nemzeti Park területén tartózkodunk, úgyhogy nem biztos, hogy kultiválnák, hogyha itt dobnánk egy tüzet, bár van egy akkora tűzrakó, mint egy traktorkerék. Ez mi? Ilyen színes izék. Menj már! Lehet, hogy extázi Tibi nevedbe? És akkor dobsz még egyet? Ajjaj! Olyan medve cukorizik. Ánizs, mint a bocskorszék. Az összes olyan, vagy csak a sárga. Azért nem húzhatom le emiatt, mert ez olyan, mint a pacalpörkölt. Van, aki szereti, van, aki nem. Szerintem ezt a szemétben nyugodtan vele. Igen, régen a bucsúban volt mindig a tédeségesben csomó. Sose szerettem. Emlékszem, krumpli cukrot se, én azt sem szerettem. Sem. Na akkor nézzük már meg, erre kíváncsi vagyok, hogy ez mi? Vaníliás süti, mondom. Ez szerinted kinyitom és egy süti van benne? Igen. Egy vaníliás sütemény. És mi vagy a varázs süti, bazd meg, holland? Figyelj, én nem fogok sírva fakadni, nem fogok ezt tudni. Remélem nem egy varázs, és tényleg egy süti van benne? De ez... Ez egy sütemény. De ugye nem varázs süti. Én vállalom most... a kockázatot. De jó vaníliás illata van. Van egy kis kanabisz íze. Elolvad a szádba, viszont olyan jó tésztája van. Rakunk le, kombozzunk már benne utána. Tényleg. Oda nézzetek. Menj már, hogy bekom... Oh. Na most így, ham. Papi, ham bekapja. Úristen, meg de jó. Isten király. Egy elég jó kombót ad. Aláírom. Ízből meg kell mondanod, hogy milyen sertés, vagy... Mert ez olyan egyszerű ezeknél, mert akkor a különbségek vannak egy jó pástétomnál. Rákenyem. Sima sertés, Mike-em. Egy tök korrekt májkrém amúgy, ha sertős, ha nem. De egy teljesen korrekt ízű májkrém. Teljesen vállalhatom. Sima natur májkrém, nincs benne semmi extra. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez mi a bánatos bánat lehet ez. Valamilyen lekver. Erre egy gyümölcs lekver. Az. Nagyon finom ez is. Jó ilyen. Stroop fruit spread. Ez egy gyümölcs szerintem. De finom. Annyira jól törik, annyira ilyen puha. Annyira érződik az alma. Meg a fahé. Igen. Jobb, mint a karamellás? Jobb. Vagy nem tudom. Nem. Én a karamellát is imádom, az a baj. Aztán. De nagyon jön ez a jó almás fahéj. Utólag szájba vert tényleg az almás pite íz. Főételeket nem ettünk még, szóval azért... Ott még lehetnek. Úgyhogy nincs benne se vízfertőtlenítő, se melegítő, még mindig magasan első. De lehet, hogy az alapfelszerelésnek meg része a melegítő tasak. Lehet. Annyira nem? Tibi. Hogy tudják azt megcsinálni? Olyan, mint a joghurt lenne. Olyan, mint a joghurt lenne. Szerintem valami írópor lehet benne, vagy ilyesmi.
olyan, mint hogyha full, tényleg natúr joghurttal lenne ez fölcsapva. Inkább ilyen túró, vagy... Nem kefir, is tudom, kefirra. Vagy kefir, de... Még nekem a csok is jobban bejött ennél. Igen. De ez is tök finom. Nagyon jó. Amúgy biztos vagy benne, hogy ez a gyümölcsös műzli is kegyetlen jó lehet. De... Most mit van? De már negyedik féle lesz. Kegyetlen jó volt, mint csak más benne a gyümölcs. Igen. De most el kell mennünk, mert van egy kis dolgunk. Az erdőben. Stúdióból szerintem jelentkezik. Így van, helyszínváltással fogunk jelentkezni. Tudom, mit csináljunk? Csináljuk azt, amit egyszerre csettintjünk, és akkor... Nem tudsz csettinteni. Nem tudsz? Nem, akkor tapsolunk. Jó. Egy pillanat, és ott leszünk a stúdióba. Most. Itt is vagyunk a stúdióban, és már fő is a víz, vagy hát nem tudom. Nem túl nomád körülmények között fogjuk megoldani. Nem túl katonai körülmények. Hát nem, most ez milyen izék vagyunk, ilyen gurmé katonai. Melyikkel fogjuk kezdeni? A chili con carne? Legyen az. Legyen úgy, hogy fölülről elvesszük azt. Ennyi, ami a kezed ügyébe kerül, az a biztos. Chili con carne. Jaj, elmegy a tányér. Te hülye, ez jól néz ki. Hát ez a chilis bab, nem? Gyakorlatilag. Ha? Nem is rossz. Kicsit azért konzervízű. Szarnak nem szar. Főleg ahhoz képest, hogy katonai csomag. A csíkosat nem érzem rajta egyébként. Ez mi lehet, az ilyen tarhonya, vagy mi? Bulgur vagy tarhonya. Kéne egy ilyen partedlit szereznem, mert mindig leszem magam. Vegyek, van XXL-es. Elmosom és jön a kövi. Ez akkor a masala csirke? Hát Tibi, akkor nyúljunk rá. Középen összetalálkozunk. Az nagyon köri. Ez csirke, és ez szerintem ez comb, ahogy nézem, hogyha... Mert ez... Ezt így abból a kockából megmondtad? Igen, persze. Nem ilyen fehér, mint a mell. Hát ez elég indiai. És finom. Aztán. És nem érzed a konzervízt, mert ez a masala fűszer keverék. Ez a köri is tudsz, ja, ez mindent eljön. Jó, mondjuk nyilván katonáknak azért nincs sok választásuk, mert vagy esznek, vagy nem. Valami katonának ennyi választása van, hogy eszik, vagy nem eszik. Biztos sok emberre nem fekszik ez az indiai köri stílus. Nektek fekszik? Ti szeretitek szerintem ezt az indiai? Szerintem több embernek fekszik. Ez a masalás fűszer már a mai világban minden fekszik. Inkább a kínai az elterjedtebb szerintem. Azért figyelj, nem rossz ez szerintem. A hús az nagyon jó, a hús az nagyon jó állaga van. Eddig ez, most elmondom neked őszintén, hogy ezek alapján, ha Hollandiában lennék katona, és kapnék egy ilyen 24 éveset... Nem, ha muszáj lenne valahova katonának, akkor eddig hol lenne? Azta! Lehet, hogy ez lesz eddig a legjobb. Ja, chicken meatballs a következő, az is elég kemény. Úha! Ez amúgy elég ilyen krumpli főzelék. Nem, illatra nagyon nem. Ránézésre ez elég ilyen menzás krumpli főzelék vibe. Különösen ezek, hogy ez is elég érdekel. Kicsit olyan, mint ilyen tejszínes lenne, nem? Mint egy ilyen tejszínes csirkés valami. De amúgy jó. A hollandoknak van ilyen tradicionális konyhája, biztos van, vagy nincs? Varázs süteményt azt. Eddig amúgy ez a legérdekesebb. És nem azért, amúgy nem, abszolút nem rossz. Csak hogy ez tényleg olyan íz, amit nem nagyon tudok beazonosítani. Nem nagyon tudom hova tenni. Hogy egy kicsit ismerős az íze, de annyira mégsem. Római szóval... töménynek. Nem tudom. De haj az nekem. Addig azt, hogy mondjam, hogy nálam ez a csomag, ez az első. Még úgy is, hogy nincs benne víztisztító, meg melegítő, meg gyújtó, meg semmi. Marha jó benne a krumpli. Pont jó, harapható, könnyen lehet, hogy kanállal, műanyag kanállal simán elvágod. Nem, hogy harapható. De mégis megvan a tartása. Majd, hogy nem roppan. Itt nagyon jó a textúrája. Valami nagyon dominál benne, ami egyébként jó is, mert ugye nagyon jó ízt ad neki, csak nem tudom mi az. Római köményt sejtek én. Vagy lehet, hogy ez az echte holland étel, tudod? Korma. A csirke korma. Lehet. Ez is kör is? Brom. Hát ez elég izé, ez elég folyós te. Na ez mi a franc, Tibi? Ez elég híg. Húsgolyóra vagyok kíváncsi első. Ez elég híg, elég laza ez a... Kör is, mint az állat, ez is. Yeah. Ez mi lehet itt rajta? Ez egy mandula? Nem tudom. Meg is az. Mandula? Mhm. Húsgolyót? Nézzük meg a húsgolyót. Nálam a többi jobb volt. Húsgolyónak olyan az állaga, mint a virslének, hadd kóstol meg. Itt van egy fél. Nincs valami erős íze, nem? Ilyen kicsit ilyen... Ezen csak köri. A köri az dominál, de...
Nem az, mint az előző kettő. Hogy a fűszeres köri? Ja. Igen. Mert a masszala, ugye abban a körin kívül 100 000 féle fűszer van. Azért a masszala az jobb volt. Ez csak ilyen tényleg ilyen sima, nagyon snasz, ilyen köris csirke, kis rizssel, szóval ennyi. De nem rossz. De nem rossz. Az nem mondom rossz. Talán négyből a leggyengébb. Meg ez a mandula, ez meglepett, hogy... Nálam egyébként a négyből ez a leggyengébb talán, ha választani kéne. És ez sem rossz. Szóval ez is mérföldekkel jobb, mint bármelyik az angol csomag. A hús az kifejezetten kellemes szerintem, így tök jó rágni, hogy ilyen annyira sűrűre össze van darálva. Meg egy kicsit gumis, de nem az elrághatatlan. Nem, olyan, mint egy vírusülő tényleg. Hát figyelj, összegzésül azt mondanám, hogy... Nyert. Nyert, magasan. Így a képzeletben... Nem annyira nagyon magasan, én azt mondom, mert azért vényleg vannak hiányosok, hogy inkább ízekben nagyon magasan nyert, a hiányokat hozzárakom, akkor... Egy kicsit kevésbé magasan, de nyert még így is, mert olyan ízek voltak benne, hogy... Hát igen, mert meg bőség, nekem ez nagyon tetszik, hogy a műzlik, a zapkása, van benne fehérjepor, a műzli szelet mennyire... Mogyorolva, Nutella, retyerutya... Lekvárok, meg minden... Köszi, hogy itt voltál! Kösz, hogy itt lehettem! Ja, találkozunk a videóban, kövessetek be, lájkoljátok, meg ilyenek, mert a cél az, hogy elérjük, 1 millió követőt akarok elérni, amúgy nem titok, tényleg. Mi van? Mihány követőd van? 20. Nekem az a célom, hogy 5 bárom legyen Budapesten, és soha többet ne kelljen dolgoznom. Én is egész közel állok hozzá. Jó, figyelj, akkor dolgozom. Járok bárokba néha. Kösz, hogy itt voltatok. És kösz, hogy itt voltatok. Szevasztok, puszi mindenkinek. Mi? Micsodás?